Alaposan kidolgozott tervvel várják a tovább növekvő nyomást a járványkórházakban. Az M1 stábja ma a Dél-Pesti Szent László kórház intenzív részlegén forgathatott. Az osztályvezető főorvos elmondta, zökkenőmentes az osztályok átalakítása és a más kórházakból átcsoportosított orvosok és ápolók felkészítése is. Igen, nem sokára. A Szent László kórház egykori gyermekjárvány osztálya, amely alig pár nap alatt alakult át COVID részleggé. Itt ápolják jelenleg a legsúlyosabb állapotú betegeket, akiknek többsége már gépi lélegeztetésre szorul. Ezzel együtt összesen 3 intenzív részleget alakítottak át a koronavírusos betegek fogadására és ápolására. Szükség van az átcsoportosításra, hiszen egyre több a fertőzött, de az intézmény felkészült és tudja kezelni a megnövekedett terhet. 4-esével állnak a mentők a beteg felvételen. A kórház vezető ápolója Szarka Tibor a híradónak azt mondta, feszített a tempó, mindent megtesznek azért, hogy a betegek a lehető legjobb ellátást kapják. 180 ágyon látunk el infektológiai betegeket, tehát a belgyógyászati részével. Ugye ezeket a fent kell tartanunk, ugye a védőfelszereléseket, a szakmai anyagokat, a humán erőforrás, tehát pontosan ezeknek a koordinálása, az összefogása, és a biztonságos betegellátás biztosítása, ez a feladatom, és ez hát nyilván, ahogy emelkednek a egyre több beteg jön, így ezzel együtt az én munkám is, és a kollégáimnak a munkája is hatványozottan fokozódik. Nem csak az osztályokat alakítják át, hanem a szakembereket is átcsoportosítják. Azokba a járványkórházakba, ahol a legnagyobb szükség van rájuk, a Szent Lászlóba már szombaton megérkezett a segítség, újabb orvosok és intenzív szakápolók álltak szolgálatba. Már összeállítottunk egy tervet, és annak megfelelően felosztjuk a munkát, hogy ki hova megy, mindenkivel külön-külön, személyenként is fogok beszélni. A kórház osztályvezetője Bobek Ilona azt mondta, felkészültek arra, hogy a következő hetekben és hónapokban még több fertőzött lehet. Az extrém módon megnövekedett szükséglethez kellenek segítségek. De természetesen őket betanítjuk, őket fölkészítjük, sőt úgy fogjuk megoldani, hogy egy saját tapasztalt kolléga és egy külsős kolléga így nagyon jó tímet fognak ők együtt alkotni. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma korábban azt írta, a járvány dinamikájához igazodva szervezi át a hatóság a szakembereket azokból az intézményekből, amelyek nem vettek és vesznek részt a koronavírus fertőzés elleni védekezésben. Az azonban továbbra is elsődleges szempont, hogy ezek a kórházak továbbra is el tudják látni az alapfeladataikat.